vasszerelés és alapozás jól halad a munka a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Egy gyermeksürgősségi központ épül majd a területre, melynek alapkövét ünnepélyes keretek között március 23-án tették le. A több mint két milliárd forintos beruházás egyetemi és pályázati forrásból valósul meg. Az eseményen Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, ez a fejlesztés egyaránt fontos az egészségügy és az oktatás számára is. Hajdubi megye és környékének ellátásában rendkívül fontos szerepet fog betölteni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű egészségügyi fejlesztés, amely infra infrastruktúrába erősíti a betegellátást, a mai világban mindenféleképpen kiemelkedő. Ez mindannyiunknak fontos, fontos a helyi közösségnek, fontos a betegeknek, fontos a orvosoknak, az egészségügyi szakápolóknak, és nem utolsó sorban fontos az oktatói területnek is. Bab László, Debrecen polgármestere kiemelte, hogy a klinikai központ fejlődése hozzájárul a város jelentőségének erősítéséhez is. A Debreceni Egyetem klinikai központján folyó szakmai munka az egyik olyan eleme a város életének, amely mindenképpen a város jelentőségét tudja támogatni, tudja erősíteni. Büszkék vagyunk azokra az orvosokra, egészségügyi szakdolgozókra, akik nap mint nap e, itt megküzdenek az előttük álló kihívásokkal, tesznek, dolgoznak azért, hogy társaink, embertársaink, polgártársaink, Debrecen polgárai e, gyógyulhassanak. Az új létesítmény egységben fog működni a klinika főépületével. Szabó Tamás a gyermekgyógyászati klinika igazgatója szerint így gyorsan át lehet majd szállítani a sérülteket a megfelelő osztályra tulajdonképpen egy kis alagúttal összekötve, amit mi szimbolikusan csak köldögzsinornak hívunk, és ezen keresztül lehetőségünk lesz arra, hogy egy súlyos állapotú gyermeket gyakorlatilag egy percen belül a gyermek intenzív osztályra eljutassuk, vagy a ellátás igénytől függően a belgyógyászati osztályainkra, vagy a csecsemő osztályra. Nagyon fontos azt hangsúlyoznom, hogy ez a multidisciplináris egység alapvető, mérföldköve ennek a projektnek, enélkül nem valósulhatna meg. Az épületben 33 betegágy, több műtő és laboratórium is helyet kap majd. A tervek szerint az új központ az idei év végére fog elkészülni.